Október 3-án kiírják a Nemzeti Együttműködési Alap pályázatait. Ebből támogatja a kormányzat a civil szervezeteket 2023-ban. Erről tartottak tájékoztatót Pécsen kedd délután. A szervezetek több mindenre használhatják fel az elnyert pénzforrásokat, derült ki a helyettes államtitkár szavaiból. Van az úgynevezett összevont pályázat, ami működési és szakmai tartalomra tölthető ki. Lehet ugye teljességgel működés, és lehet vegyesen szakmai és működési pályázat. Itt egyébként gyakran felmerül a kérdés, országosan ezt látjuk, itt is elmondom, hogy lehet egyébként működési kereten belül energiaköltségek elszámolására is pályázni. Összesen 11 milliárd forint jut így a civil szervezeteknek, ami több, mint a 2022-es keret. Azt szeretnék, hogy minél hamarabb nyújtsák be a szükséges dokumentációt a szervezetek, így jövő év elején már kezdődhetnek a kifizetések. Baranya megyében sok területen aktívak a civilek, mondja megyei önkormányzat elnöke. A társadalom és a civil szervezetek tulajdonképpen együtt élnek, a kis közösségeket együtt szervezik. Éppen ezért itt Baranyában a hagyományőrzéstől kezdve a kultúra, a nemzeti identitás megőrzésén át, a nemzetiségi hagyományok ápolásán túl a fenntarthatósággal, az energiahatékonysággal foglalkozó civil szervezeteken keresztül a szociális és karitatív civil szervezetekig bezárólag, beleértve a sportszervezeteket is, egy igen széles hálózat az, amelyet a civilek alkotnak itt Baranya megyében. Baranya megyében a civil szervezetek közel 800 millió forint támogatást nyertek el idén. Ez a pénz a Nemzeti Együttműködési Alapból, a falusi és a városi civil alapból érkezett hozzájuk.